Miller-Suisse kínálatából a Csepelhez az emelt szintartalommal bíró és teljesen ásványi 20V50-es klasszik motorolajra esett a választás. Emellett a megszokott haba tortán a dízelpáver ekomasz gázolajadalék használata. Sziasztok! Üdv újra itt a Klasszik Kasszi legújabb adásában. Emlékeztek, amikor Maybach esetén azt mondtam, hogy az volt eddig a csatorna legnagyobb közúti kasznia? Na, mazsoláztunk a Miller Zolz partnerei közül, és elhoztunk egy annál nagyobb, ráadásul magyar gyártmányú kasznit, ezt a tűzoltó Csepelt. A bemutatásában segítségünkre lesz a Beaver Tradition üzemvezető főmérnöke. Szerusz. Szia! Tartsatok velünk! Ugye a Csepel az egy magyar gyártmányú jármű volt. Egy pár szóban segítene összefoglalni, hogy mi is az autó, illetve a márkának a sztoria? Persze, az 1940-es évek végén jött az a gondolat, elsősorban a néphadseregtől, hogy szükség van nekik, meg az erőszakos iparosodás miatt szükség van tehergépjárművekre. Így három autógyártó összeolvasztásából, az egyik ugye volt Dunai repülőgépgyárat lebombáztak a világháborúban, a Weiss-Manfred gépgyárból, illetve az Icarusnak egy ágából megkapott a Csepel autó, mint gyártómű. És sikerült 1948. novemberében megvásárolni az osztrák Steyertől egy motordiszenszet, 4 és 6 hengeres motorokról beszélünk, ebben is ennek a licensz motorja van, akkori árfolyamon nézve 380 000 dollárért, ami egy kimondta nagy összeg volt érte. Cserébe 10 év után a magyar államra szállt át a motoroknak a licensze teljes egészében. Alapvetően 2, 4 és 6 hengeres motorokról beszélünk. A 2 hengereseket tették a Duta traktorokba, 4 hengeres volt ezekben az autókban, illetve még ezen kívül Icarus autószokban, és a 6 hengeresek voltak a Faros Icarusban, traktorokban, más Csepel teherautókban. Ugye ő egy D352-es, ez a típusjelölés, ez jelent valamit, vagy mire utal? D az dízel? D az dízel jelent. Ugye a 352-es, a 350-es az első Csepel széria, ami elkészült, az volt benzinás és dízelmotorral is. Ez már a dízel, és az 52 azt jelenti, hogy ő már a modernizált kivitel. 1955-től volt ő, mint tűzoltó gyártva 62-ig. Nem sok készült belőle. És ugye 57-es? Ő 1957-es, így van. Jól emlékszem, hogy ő a 4 hengeres változatot kapta? Ő 4 hengeres, 5300 cm-es előkamrás teherlicensz dízelmotor van benne, 85 lóerő teljesítménnyel. Egy előkamrás motorról beszélünk, hidegen ízetani kell, hosszan, úgynevezett lassú ízetású, akár 1 percen keresztül is kell ízetni, hogy beinduljon az autó. Utána jellegzetes klattyogó hanggal indul egy alacsony apjáttal. Alapvetően megbízható motorról beszélünk, külön hengerfejes, minden hengert külön hengerfejjel szereltek. Egyszerűen szerelhető, könnyen karbantható és egy nagyon jó motor szerintem. Az tök jó. Ez a pózna, ez micsoda? Ez a szélességjelző. A szélességjelző. Ugye, ha látod is, ott keskenyedik előrefelé, hogy lássam, hogy hol van neki a széle, mind a két oldalon meg van jelölve a szélessége az autónak. Az tök jó, én azt hittem valamilyen zászlótartó. Nem, a diplomata autókon, ez nem diplomata autó volt. Meg tudjuk esetleg nézni a motort, és akkor elmondanád, hogy mit látunk. Ugye ez a kétféleképpen nyílik ez a gépház, van neki ez a kisebb állása, ahol ennyire nyílik ki. Tehát ő így is hozzáférni mindenhez, de hátra lehet teljesen hajtani a szélvédőre. Áll az lassan. Igen. Kész. És ez így marad? Aha, úgy marad, persze. Ja. Hát a motortér. Egy olajos légszűrővel látunk letetején, egy olajfürdős légszűrő van benne. Ahogy látjuk, minden henger külön hengerfejet kapott, ezért nagyon-nagyon könnyű szerelni. Tehát, ha azt látom benne, hogy valamelyik hengernél kifúj, mert szokott ilyet csinálni, azt az egy hengert megbontom, és gyakorlatilag 2 óra múlva újra üzemképes az autó. Nem bonyolult szerelni, sokat kell mérni benne, de egy rendtentően egyszerű és megbízható szerkezet egyébként. Hát ugye mondtad, hogy a saját korában ez egy fejlett. Ez egy fejlett technika volt. Igen, akkor egy nagyon fejlett technika volt. Azért könnyen szerelni a két oldalsó sárvédőt, úgymond bolytást lehet szerelni róla, könnyen hozzáférni minden részéhez. Ugye ezen az oldalon, ha nézzük, ugye itt van benne egy dinamó, mögötte egy vízpumpa és egy indítómotor, a másik oldalon pedig az adagoló van. Aha, és az mögötte az a benzintank? Az a gázolajtartály. Gázolaj? Gázolajtartály, így van.
Tök jó. És ugye mögötte van ez a bőrrel behúzott rész. Így már ugye a mai úgymond tűzfalunk, a tűzfal az már el van választva teljesen az Icarus karosszériától. Ja, mert ugye az eleje az csepel, és egész éve, és onnan munkarusszálva az Icarus által tervezett és gyártott alumínium karosszériával. És ez a lámpa, ez mit csinál? Ez a kereső lámpája az autónak, hogyha olyan helyen van az autó, ahol szükség volt felkapcsolni, mert egyébként harmadgyengén világítanak a lámpái, azzal lehet egyébként belül ki lehet nyúlni, és lehet állítani, hova világítson. Hát meglepően magas fordulatszám kell a dinamónak ahhoz, hogy megfelelő fényáram legyen. Nagyon hevül is, és meg is terheli egyébként a motort eléggé. Aha, tök jó. Szerintem nézzük meg akkor az utasteret, és akkor ha esetleg elmondanád, hogy ott mi micsoda, mert hogy én körbenéztem, és gyakorlatilag egy űrhajó volt, mert még nem ültem tűzoltó autóba egyáltalán. András, gyere, akkor nézzük meg. Na, mit látunk itt? Szóval a legegyszerűbb dolog, hagyományos Bosch kulcs gyújtáskapcsoló, ez bedugva gyújtáson van az autó. Ez az ízítása aki. Ezt, hogyha az ember tartja, most meleg a motor el fog indulni, ezzel lehet indítani az autót. Ez a szirénának a gombja. Nagyon ügyesen úgy van tervez az autó, hogy mellette a másik szergomb, tehát a külső tető villogó villog benne. Ez a kapcsoló az irányjelző, ugye ez még karos irányjelző volt annó, mindkét irányba lehet vele irányjelezni. Ablakmosó, ablaktörlő, ablakmosó itt nincsen, tehát itt csak lapátok vannak és semmi több. Itt lehet állítani azt, mert hogy régi autóról beszélünk ugye egyértelműen, hogy fénykürtöt szeretnénk, vagy dudálni szeretnénk, és ezzel pedig lehet kapcsolni a külső világítást. Ez egy vízhőmérő, teljes egészében mechanikus, tehát mint látszik, hogy álló helyzetben ugye a vízhőfok, hogy nincs keringetés, magasan van. Egy teljesen mechanikus, de rettentően pontos kilométer óra. Az 50 az 50, az 55 az 55. Pontosan rajta a séma, hogy hol vannak a fokozatok. Ez egy mechanikus olajnyomás mérőműszer, ez pedig az intó gombja az autónak. Illetve hát még egy nagyon fontos, látszik, hogy egyesben hol van az a határ, ahol muszáj elváltanunk, kettesben, hármasban, négyesben, és mennyi a végsebessége az autónak ötödikben, hát az 74 km/h. A 60-65 az egy kényes utazója, de ott azért már igen zajos és igényén bolygós az autó. Gondolom akkor ugye ez a váltó, mert van egy pár kar, ugye akkor ez a váltó, és a másik kettő az kézifék, vagy? Ez a differenciálzár karja, igen, és ez pedig a hátsó mellékhajtásnak a karja. Aha. Tehát ezt, hogyha felhúzom ürásban és ráengedem a kuplungot, a kardánnal megy hátra a hajtás a szivattyúhoz. És akkor a váltó az ugye 5 fokozatú plusz hátra, és a szinkron váltó, szinkron... tehát azt jelenti, hogy egyenes fokozású fogaskerekek vannak benne, nincsen szinkron, tehát mindig dupla kuplunggal és gázröccsök kellett kapcsolni. De ugye nem csak az elsőben, hanem mind az ötben. Minden fokozatban. Minden 5 fokozatot. Így van. Jó, milyen kiegészítők vannak még itt, váltsak? Ugye van egy telefon. Ez a telefon, ugye, ugye ennek az autónak ugye az a lényege, hogy hátul 8 tűzoltó fért el, én szerintem igen szűkösen, volt egy gépkocsitető és egy rajparancsnok. A rajparancsnok azon a telefonon kaphatta az utasításokat, és ugye jelentett be, hogy mi hogy van. Van két ablaktörlőnk, külön motorral kapcsolható, tehát mind a kettőt külön kell vezérelni. Egy nagyon-nagyon extra napellenző, ez nem nagyon volt bennük. És ezzel véget ért az autó. Ez egy utolgos felszerelés már, mert hogy útdíj köteles az autó, az útdíj eszköznek ez a tartója, és itt el van rejtve egy szivargyújtó csatlakozó, amivel megkapja az áramot, és tudjuk fizetni a kötelező útdíjat vele. Na, tehát a fontos dolgok megvannak. Minden megvan, igen. A legfontosabb dolog az megvan, az útdíjtartó megvan benne, igen. Tök jó. Ugye én vagyok 172, tehát igazából én tök jól elférek benne, de te azért egy kicsit magasabb vagy. Hát én 190 vagy. Vagyok, hát én éppen csak, tehát lehet látni, hogy ha kuplungolok, akkor belegyed a kormányba a kezem, illetve hogyha átrakom a gázpedálról, ami közel van nagyon a fékre a lábam, tehát akkor oldalra kell fordítani, és belegyedek még a váltókarba is. A kézifék könnyen az kivel engedve, akkor lent fekszik a földön. Ugye szervórás segítés, se vákumos, se pneumatikus, se pedig lajos nincsen. És mindössze 4-et fordult küzdés-csütkésig a kormánykerék, tehát egy rettentően kis áttételű, ezért rettentően nehezen forgatható kormányzása van az autónak. Uh,
A hátsó részben igazából különösebb érdekesség annyira nincsen, nem? Tehát van a fapad. A fapad alatt van ugye itt két darab akkumulátor, érdekesség 12 voltos az autó, de az indítómotor 24 voltos, és egy soros párhuzam kapcsolóval van megoldva az, hogy induljon. Uh-huh. Itt van a pótkerék, az egy szerszámos, és itt ült a 8-10 oltó, aki a tüzeket oltotta. Hát igen, nehezen fértek el szerintem azért ebben az autóban. Hát azért igen. Jó, szerintem akkor szálljunk is ki, és nézzük meg a felépítményét, rendben, hogy mi van hátul. Amúgy meg Andrásnak mondom, akkor gyere közelebb, jó? Na, mert hogy engem megviccelt az ajtó, mert ugye előre nyílik az ajtó természetesen. Csak én reflexből próbáltam fölfelé húzogatni, hogy kinyíljon közben. Nem, nagyon finoman hátrafelé kell, nem pedig felfele tépni, úgyhogy ti ne csináljátok ilyen hülyeséget. És amúgy megfigyeljetek, nagyon finoman csukódik. Na, menjünk át a másik oldalra, és akkor nézzük meg, hogy mik vannak egy ilyen korabeli, egy ilyen 57-es, 50-es évekbeli tűzoltóba. Ugye itt ült a 8 tűzoltó. Itt hordtuk a felszerelést, itt hordták a felszerelést. Minden tér teljesen különálló. Ugye itt elsősorban a tömlőkhöz csatlakoztató eszközök voltak elhelyezve benne. Elég jól lehetett benne férni. Ja, a nagyon fontos, hogy középen a két szertér között van a víztartály, 1500 liters víztartály van benne, és az mögötte van beépítve. Ugye ezek mind a szerterek. Ez egy érdekes, mert ez kettőben nyitható szertér egyébként. Ugye itt is mindent lehetett pakolni benne, hogy hova, mit szeretnék elhelyezni. Látszik még mit is mögötte a víztartálynak a helye. Uh-huh. És gondolom a következő az nem az öltöző szekrény, ugye? Nem, de hasonlítanom hozzá egyébként, mert itt ez egy érdekes találmány. Ugye ide tették ugye a lapátokat, a csákányokat, az egyéb zúzó, vágó, forgató eszközöket, csatorna felszedő minden, és itt a, uh-huh, a szivattyúház fölötti rész még át lett pakolni teljesen. Ehhez van egyébként egy ilyen csúszatos fiók, betolni teljes egészében, és ha innen kihúzom, akkor itt tudok pakolni, honnan húzom ki, ott tudok bepakolni. Tök jó. Tehát tök jó megoldás már akkor is, igen. És a másik oldal? Hát a hátulja inkább, ami igen, a lényeges szerintem. És a teljes pompájában a mávak szivattyú. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy amit lehet látni, ott van az a szivattyú fej, a szívófej. Hogyha még becennénk a tóba a csövet, uh-huh, hogy ne szívjon fel semmiféle koszt, akkor azon keresztül tudna szívni. Gázt lehet neki adni, és a kipufogát lehet elzárni teljes egészében. Közel 2000-es fordulatszámig fel kell pörgetni a motort ahhoz, hogy megfelelő szívóerővel tudjon szívni. Hát elég érdekes hangja van neki olyankor, szinte fel akar szállni, de elég látványosan fölpumpálja ezeket a tömlőket. Tehát elég vastag és elég kemény tömlő lesz belőle, amikor ő szív. Nem érdemes 10 percnél tovább járatni, mert elkezd melegedni a motor egyébként. Tehát tapasztalat, hogy ő fölmelegszik olyankor. És mondjuk a mennyi, 1500 liter? Üres tartály van neki, igen. Azt mennyi idő alatt lövi ki ez? Most lehet, hogy hülye kérdés, de hogy mit tudunk ilyen szempontból? Hát egy perc alatt kilövi. Egy perc, aha. Egy perc alatt kilövi. Az jó gyors. A másik oda pedig egy az egyben ugyanez, amit láttunk benne, annyi különbség, hogy honnan lehet megközelíteni. Tehát teljesen szimmetrikus az autó egyébként. A több mint 135 éves Miller Soils kenőanyagait keresd a www.topmotorolaj.hu importőri weboldalon. Használd olajkeresőnket, választ ki autót pontos típusát és mazsolázz a felkínált választékból. A végső döntésben örömmel segítünk, fordulj hozzánk bizalommal. www.topmotorolaj.hu. És ha most itt fölmennénk, akkor mit látnánk? Érdekességeket lehet látni. Egy létratartó van fönt egyébként, és egy faponel, és a tartály teteje, ahonnan fel lehet tölteni vízzel a tartályt. Érdemes megnézni. Bálint, menjél fel és nézd meg. Ha? Felmenjek? Ez nagyon hülye hangzik, de most ilyen live, laugh, love feelingem van. Ups. Bírja, nyugodtan. Menj át oda, és fölmegyek hozzá. Biztos? Mondja, megkérdezem, hogy itt mit látok újra. Várja, most ez meg egy nagyon hippi bölcsész.
Mit látok itt? Tehát, amit látsz itt, ugye középen látsz egy nagy fedelt, azt lehet feltölteni a tartályt vízzel, azon fedelen. Látsz egy fapadlót, ami végig tart itt a hátsó felépítményen. Itt hordta az autó létráit, egy csöveit. Ezek le vannak szerelve, meg így fér be az otthoni garázsba a ház alá. Aha. Úgyhogy azokat levettük róla. Illetve hát valamilyen szinten a hosszabb távú használatnak jó tesz, hogy a légáns lényegesen kisebb neki, hogy nincs rajta ez a szermék pluszba fönt. Szuper. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok!